végre itthon működnek, amik működnek, hajnalban már locsoltam. Most megmutatom, és még almát az raktam a hűtőbe. Megvettek ott. Na, ennyit kaptam, plusz még almát 500 forint. Ha úgy veszed, most mi? Van egy kis, na egy kicsit penészes egy-két helyen, de semmi, egy kicsit cefre szaga van. De összességében egy jót se találok benne, így van, hát egyértelmű. Azért van leértékelt. De mi baj van ebbe? Hát cefre szaga. Ennyi. Ez a legcsúnyabb talán. De ez is biztos finom az íze. Fú, de rossz. Hát mondjuk nem jó. De igen, mert kezd megerjedni. Azt talán nem eszem meg. Ez bassz az anyját ugyanolyan. Fú, nagyon fel. Jó, gyereket. Szegény ember vízzel főz. Nem szégyellek én semmit. De hozzáteszem, félő, hogy lesz, hogy még rosszabb is. Nem nálam, összességében. Nálam is. Összességében. Most nem akarok vészmadár lenni. Mit akarok mondani? Nem akarok vészmadár lenni. Istenem. Messze nem akarok vészmadár lenni, meg ilyen rémhírke terjesztő, meg nem tudom. De nem biztos, hogy jó világ jön itt. Én már érzem. Az összes tartalékomat elkezdtem, ami tartalékomot hozzányúltam februártól, és szépen. És most ott tartok, hogy finitól a komedi. Persze tartoznak is nem kevesen. De hát nem tudom hova, tehát már nincs miből betömködni a lukakat, ideig azt csináltam. Szar a helyzet, szerintem. Én nekem legalábbis szar, de ahogy hallom a többiektől is, tud a magyar sírni, tudom, én nem szoktam sírni, de egy biztos, ez a mostani helyzet kezd katasztrofálissá válni. Kezdett a minimálbérrel, ugye, hát az emberek, persze, hogy az ember segít rajta, egy kicsit emel valami. Erre jött a következő könyvelőmtől, hogy hopp, a járulékos is. Ami volt mondjuk 115, most 195 ezer bejelentések, meg az enyém. Köszönöm. Tehát kétből le van húzva. Embereknek sem meg még az államnak plusz befizetsz. Az is biztos, hogy jogos. Én nem azt mondom semmit, semmire nem mondom, hogy nem jogos, vagy mi van. Nem, én csak a tényeket mondom, hogy ilyen szar. Bejött mondjuk 100 000 forintod, és gazdálkodtál 100 000 forintból, ugye? Ha nullán volt, te örültél, de most bejön 100 ezer, és kiadásod mondjuk 130, akár 120, de az 1 millió 2-re is mondhatom, vagy 1 millió. Honnan? Menjek le a pincébe nyomni 500-as eurókat, vagy valamit? Én el vagyok keseredve ez ügyben. Tehát ezért nem szégyellem ezt a barackot, mert akkor a katasztrófa, jó, egy 2-3, ami ehető belőle. Mindegy, hagyjuk. Mindegy. Most annyi van, szól a zene, megy a szökőkút, medencébe, mindjárt beugrok, és napozok a jó kis ágyacskámba. Na, te meg itt mindjárt. Hú, nem kukac? Es, mi ez? Azt hittem kukac, azért az gusztustalan lett volna. De nem az, ezt imádom, ezt a kis ágyat. Nem kukac, hanem a héja magnak. Hát, igen, itt szépen hazajövök, 500 forintból el vagyok pa. Volt 3 manár kávé. Mindjárt ugrik be a puci. Nem locsolok, mert hajnaltól ment a locsolom. Aztán elmentem, hazugrottam egy kávéra 10-kor, az észrevettem, hogy még mindig megy a locsolom. Úgyhogy locsolt bőven. Elejét meglocsoltam. Finito. Majd este megint. Ez legalább szép. Meg elég szép, nagyon kis sötét után. Bizony. Nagyon klassz. Hát legalább ez így éltet. Lányaim hazamentek, jöttek volna ide is fürödni, de hónap már támadás nálam. Itt lesznek. Na jó, elég, megyek hamizni, meg fürödni.